Folyamatosan keresik a nevelőszülőket Magyarországon. A toborzásra program is indult nemrégiben. A cél, hogy minél több fiatal kerüljön nevelőszülőkhöz a gyermekvédelem rendszerén belül, emellett, hogy növeljék a hivatás társadalmi elfogadottságát. Utóbbira szükség is van, hiszen több sztereotípia berögződés él még az emberekben a nevelőszülőséggel kapcsolatban. Befogadlak. Ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében nevelőszülőket toboroznak szerte az országban. Az akciót Nyíregyházán is népszerűsítették az elmúlt hónapokban. Szeretnék olyanok figyelmét is felhívni erre a hivatásra, akik még csak gondolkodnak azon, hogy nevelőszülőkké váljanak. Véleményünk szerint a legfontosabb az, hogy a lehető legtöbb gyerek, aki gyermekvédelmi gondoskodásba kerül, az a nevelőszülőknél helyezkedjen el. Nevelőszülőkhöz tudjuk elhelyezni, amiért egy családias környezetet tudnak teremteni, gyakorlatilag tudják pótolni azt a családot, ahonnan éppen kiemelésre kerültek. A nevelőszülőség nagyon fontos, egy olyan hivatás, ami mostanában felértékelődik. Ez a nő már 12 éve gyakorolja ezt a hivatást. Őt a gyerekek iránti nagy szeretete késztette arra, hogy nevelőszülővé váljon. Szerintem a gyermek a nevelőszülőtől a szocializációt főleg, mert ezek a gyerekek, amikor bekerülnek egy nevelőcsaládba, rendszerint azért nagyon-nagyon alulszocializáltak. Nagyon kevés ismeretanyaggal rendelkeznek, hogyha már nagyobbakról beszélünk. Nekem voltak olyan gyerekeim, egy hármas testvérpár, aki iskolás volt, de írni-olvasni szinte semmit nem tudtak. Ezekkel rengeteget kell foglalkozni, akkor meg kell tanítani őket a köznapi dolgokra. Lehet, hogy érdekes, de még arra is, hogy a hét napjaira mondjuk egy akár nagyobb gyereket is, de a napi rutin feladatokra is. Tehát mindenre, amit a saját gyerekektől pici korától kezdve tanítunk, nekik lehet, hogy 7-8 éves korában kell elkezdeni tanítani, ahogy hozzánk kerülnek. Azt mondja, a nevelőszülők is sokat tanulhatnak a gyermekektől. Arról, hogy mennyire össze tudnak tartani ezek a gyerekek, mennyi minden szeretet, jóság van bennük, nyitottság és befogadó képesség, amit ha a nevelőszülő felismer, akkor nagyon könnyű dolga lesz velük együtt lenni. Közben egy másik program keretében mintegy 100 millió forintos támogatásból segítették 175 nevelőszülőknél élő gyermek tehetséggondozását 4 megyében, köztük Szabolcsban. A cél az érintett gyermekek társadalmi integrációjának, tehetségük kibontakoztatásának, test és lelki gyógyulásának, személyiség fejlődésének elősegítése volt. Mások mellett kompetenciafejlesztésen, eszközbeszerzésen, tréningeken és műhelymunkákon keresztül. Vendégem a témát illetően itt a stúdióban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Intézmény vezetője, Hasulyó Szabolcs. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Több dologról is kell beszélnünk a témát illetően. Kezdjük most azzal a kampánnyal, amit országosan is ismerhetnek a kedves nézők. Befogadlak, ezt a nevet, elnevezést kapta ez a kampány. Igen, a Befogadlak nevelőszülői program keretében egy országos tobozó rendezvénysorozat vette kezdetét, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma szervezett, és meg fő célja az volt, hogy a nevelőszülőséget, mint hivatást népszerűsítse. Miért volt erre szükség? Azt gondolom, hogy a nevelőszülőség kapcsolatban elmondható megyénkben is, hogy a nevelőszülői társadalom bár nagyon nagy, 5200 fős országos szinten, ebből közel 1000 fő itt a megyénkben dolgozik. A nevelőszülőket mindig is, nevelőszülőségre vállalkozás mindig is magas volt itt a megyében, mégis elmondható, hogy előregedő a nevelőszülőség. Tehát a létszám több mint fele éltesebb korú, idősebb, és valószínűleg további gyerekek kiérzését a közeljövőben már nem fogják vállalni. Mennyire lehet azt meghatározni, hogy körülbelül mondjuk hány évre szólhat az ember életében ez a foglalkozás, ha nevezhetjük annak? Aki nevelőszülő lesz valamikor, marad is benne? Én azt gondolom, hogy a Befogadlak rendezvénynek a főszlogénja a befogadás, elfogadás és az elengedés. Egy nagyon fontos kompetencia készség a nevelőszülő, elvárt készség a nevelőszülő részéről. És azt gondolom, hogy az is sztereotípia, hogy azt gondolják, hogy a nevelőszülős család más, mint a normál magyar család. Ugyanúgy megváltozott élethelyzetek elemzik, balesetek, tragédiák, esetleges megváltozott munkaképesség. Tehát a nevelőszülőség mindig határozottan időre szól,
egyrészt a nevelőszülő részéről, másrészt pedig a gyerekeknek a hazagondozás és az örökbefogadás a legnagyobb folyamat, legfontosabb folyamat a nevelőszülő részéről, amit elvárunk, és ez időbeliségét meghatároz igazándiból nem nagyon lehet. Meddig lehetnek a gyermekek, a fiatalok nevelőszülőknél egy adott fiatal? A fiatalok ugye születésüktől kezdődően kerülhetnek nevelőszülőhöz, a családból kiemelték őket, 18 éves életkorukig kötelező, tehát nem önkéntes ez a részvétel, illetve 24 éves korukig, ha egyetemen főiskolán tanulnak, 25 éves korukig maradhatnak utógondozott fiatalként, fiatal felnőttként a nevelőszülőnél. Mi a tapasztalat az utókövetésnél? Önök mit tapasztalnak, hogy ezek a kapcsolatok maradnak egy életre? Gyakori sztereotípia a nevelőszülőknél, hogy a nevelőszülők nem szeretik a gyerekeket, és hogy csak pénzért nevelik. Azt gondolom, hogy ez azért nem igaz, mert a beilleszkedési folyamat, ami egy-másfél év a nevelőszülőnél, egy olyan szeretett kapcsolat, egy olyan kötődés alakul ki a nevelőszülő és a gyerek között, amit nem lehet csupán anyagi szempontból, anyagi piacosítani, nem lehet anyagi szempontból megítélni. Tehát egy olyan életre szóló kapcsolatok alakulnak ki. Vannak olyan gyerekeink, akik például fiatal felnőttként is visszajárnak a településre, visszajárnak az adott nevelőszülőhöz, unokával, gyerekekkel. Tehát ez egy életre szóló kapcsolat, én azt gondolom. Biztosan meg tud mondani, legalább meg tud nevezni néhány olyan okot, ami a hátterében állhat azoknak a felnőtteknek a döntésében, hogy miért válik valaki nevelőszülővé. Nem hiszem, hogy A családnál ugyanaz az ok, mint mondjuk C családnál. Mármint ugye a felnőttekre gondolok. Hát a személyiség állapot, tehát a személyisége a nevelőszülőknek nagyon fontos számunkra. Tehát mindenképpen, amiket mondtam, a készségi kompetenciákat mérünk, tehát itt az elfogadás, befogadás, és olyan családokról beszélünk, akik nem csak a saját családjuk problémáit tudják megoldani, hanem ezáltal átvallják a gyerekeknek a problémáit, és az adott vérszinti gyereknek a családjának a problémáit is. Tehát mindenképpen olyan nevelőszülőkre van szükségünk, aki egy pluszt ad a gyermeknek egy életre szóló kapcsolatban, egy önálló életre neveléssel, egy gondozással, egy törődéssel, tehát egy nagyon erős kötődés alakul ki közöttük. 2020-tól most már ezt mondhatjuk, ugye? Tehát ez most már biztosan várható, hogy a GYED ezekben a családokban is megjelenik. Egy hiánypótló intézkedés volt a kormány részéről, azt gondolom. A szakma nagyon régóta várta a nevelőszülők is. Szabolcs megyében elmondható, hogy közel 70% a főállásban dolgozik a nevelőszülőknek, vagy mellékállásban a nevelőszülőség mellett, mert ezt a törvény ugye megengedi. És ezek a nevelőszülők korábban, akik vállalták a csecsemő gondozását, nevelését, most nem vállalják, mert nem szeretnék elveszteni a főállásukat, és semmiképpen nem kell, hogy feladják ezt a mondjuk egy szeretett hivatást a nevelőszülőség mellett. És azt gondolom, hogy ezáltal a megyénkben 427 gyermek van, aki 0-tól 2 éves korig van, és ezeknek a gyerekeknek az eljegyzése eddig problémát okozott. A nevelőszülős GYED-del, a nevelőszülős GYED-re menetelével azt gondolom, ez a probléma megoldódik. Milyen számadatokat tudunk megyei vonatkozásban elmondani a rendszerben lévő fiatalok számát tekintve például? Hát az országos 23 ezer fős gyermekvédelmi létszámról beszélünk, és a megyénkben ez közel 3 ezer fő. Ez több mint 10% az országos rendszernek, és ugyanígy, mint a nevelőszülőknél is egy elég magas számról beszélünk, és sokkal több a elvárás, sokkal több ráfordítás, sokkal több törődést igényel. Ha ez általában hasonló, ha mondjuk a múltba visszatekintünk, tehát ez így stagnál esetleg, vagy vannak kiugró időszakok? Hát azt gondolom, hogy ha több évtizedre visszamenőleg megnézzük, akkor már volt ilyen nagy a rendszer, tehát volt 3000 fős a 80-as években ez a rendszer, de azt gondolom, hogy egy 10 év alatt, az elmúlt 10 év alatt 2100-ról 3000 főre növekedett a gyermekvédelmi gondoskodásban lévő kiskorúak száma. Ez lassú, de egy igen komoly problémát okoz, ugyanis minden évben legalább 100 fő gyermek marad a rendszerben, tehát lassan, de biztosan nő sajnos a gyermekvédelemben lévő gyerekek száma. Az elmúlt időszakot tekintve tudunk-e olyan nagy előrelépésről, haladásról beszámolni, mint amilyen lesz ez a következő évben már érvényesülő GYED bevezetés? Tehát eltelt 5 év a nevelőszülős foglalkoztatási viszony bevezetésével, ami nagyon-nagyon fontos volt anyagilag is, elköltség is a nevelőszülőknek, hivatással emelt a kormány a nevelőszülőséget, és azt gondolom, az a pozitív hatásai 5 év után most jelentkeznek. Tehát a jelenkezők számában, a jelenkezők összetételében ez erősen látszik.
megerősítette a nevelőszülőséget ezáltal az állam, én azt gondolom, és további intézkedéseket is terveznek, mint a nevelőszülős gyed, illetve az infrastruktúrális fejlesztések, tehát itt a háztartási gépekkel való ellátottság a nevelőszülőknek, eszközöket, fejlesztő eszközöknek és minden egyéb más olyan eszköz, ami a gyerekek gondozásához, neveléséhez kell, gondolok itt gyógyászati eszközökre is. A beszélgetés végén pedig azt szeretném megkérdezni, hogy visszatérve a beszélgetés legelejére, a befogadlak elnevezésű kampányra, hogy akkor tulajdonképpen mi is lenne az a végső cél, az a kimenetel, bár vannak ugye elegen nevelő szülők a rendszerben, mint ön mondta, hogy mégis akkor mi lenne az a pozitív dolog, amiért úgymond harcolnak a saját eszközeikkel? Hát azt gondolom, hogy a befogadlak kampánynak egy fő eredménye az volt, hogy a nevelőszülőséget megerősítette, a nevelős identitást megerősítette. És tehát akkor egy tulajdonképpen ez egy nagyon jó kommunikációs eszköz volt az önök kezében, hogy azok is, akik nem érintettek saját maguk, akkor is halljanak, tudjanak erről, belelássanak egy kicsit. Én azt gondolom, igen, tehát egy bemutatkozás, egy társadalmi tudatosítás is volt ebben, nyilván célként, és pozitív médiahírt szerettünk volna mindenképpen. És úgy tűnik, hogy ez sikerült. És köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm.